Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok 10 000 ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is, és eredményesen képvisel. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Pont rákérdeztem volna, hogy mindenki jól hall, jól lát. Te gondolatolvasó vagy, tudni? No, nézzük akkor, hogy igazából mivel is foglalkozunk, jó? Mit csinálunk? Coach-képzéseink vannak. Mi az, hogy coach, edző? Ugye a sportban látsz ilyet, hogy kiírják, hogy coach, hogy ki az edzője. Tehát mi az edző feladata? Kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Ugye nem sportban vagyunk edzők, hanem ha valakinek van valamilyen gondja, baja, problémája, és hozzánk fordul, akkor tudunk neki segíteni abban, hogy rájöjjön a problémája okára és a megoldásra is. És ezt nem direkt módon szoktuk csinálni, hanem rávezetéssel csináljuk ezt. Tehát mi nem abban segítünk, hogy megoldjuk a problémáját, hanem tudunk javaslatot adni neki, méghozzá biztos javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogy oldja meg a gondját, baját, búját, bánatát. De ez azt jelenti, hogy ha akarja, ő megoldja, ha meg mégis úgy gondolja, hogy szívesen él a problémájával együtt, tehát akkor az az ő személyes dolga. Tehát a coach szakma az nem egy régi keletű szakma, az gyakorlatilag Magyarországon 2013 környékétől foglalkozunk mi az coach képzéssel, és 2013 előtt kezdték el ezt tanítani az embereknek, legalábbis itt Magyarországon, de hivatalosan Magyarországon 2013-tól lett ez hivatalosan szakma.
Jó, de mivel ez nem olyan szakma, hogy mit tudom, ha rosszul csinálod, akkor az illető belehalhat, ezért ugye egy kicsit lazább ennek az oktatási folyamata, mint az olyan szakmákban, ahol mit tudom én, mint mondjuk amit én tanultam annak idején, hogyha rosszul szereljük össze az autót, mondjuk kiesik mellett közben a kereke és az ember éppen 130-al száguldozik, akkor tuti, hogy ott valaki ott marad. Jó, tehát ugye a coach tehát tud segíteni az embereknek, de ugye mit csinálunk itt mi a coach képzéssel? Olyan tudáshoz juttatjuk az embereket, hogy a képességeiket kiválóan tudják használni, gyakorlási lehetőséget adunk ahhoz, hogy a képességek az emberekben kifejlődjenek, és az embernek van tudása és gyakorlata, akkor az élethelyzeteit helyesen tudja majd kezelni, a problémáit meg tudja előzni, a problémáit meg tudja oldani, célokat meg tud valósítani, és ezekben tud másoknak is segítségére lenni. Azon kívül érti az ember és az élet működését, sőt, ugye képes arra, hogy lelkileg fejlődjön, tehát a szellemi és a lelki fejlődésre. És ha az ember képes ilyen dolgokra, tehát érti az élet és az ember működését, képes arra, hogy, lelkileg, illetve szellemileg fejlődjön, akkor hát mi fog történni? Hát ugye van nekünk egy hatalmas küldetésünk. Egy olyan küldetés, ami hát ami a történelemben még nem volt. Mióta? Az írott történelmünkben nem volt. Tehát ennek az emberiségnek az életében még nem volt ilyen formájú küldetés. Az azt jelenti, hogy nekünk az a dolgunk, hogy minél több embert olyan szintre fejlesszünk, hogy képes legyen kikerülni abból a fajta életből, amiben az emberiség most van. Milyen életből? És akkor mindjárt majd ugye jobban megértitek, hogy miről is van szó. Tehát ugye kérdés is lenne, hogy gondold végig, hogy melyik a jobb neked. Hogy az általános olyan tanítása alapján gondolkodni, ami azt mondja, hogy egy életünk és egy halálunk van, ami annyit jelent, hogy a halálunk utána semmi lesz, tehát semmi, megszűnik. Tehát az ember halálával megszűnik minden. Hát ugye tudjátok, hogy az emberiség az nem így működött, hogy ezt gondolta, hogy ez így van. Ez a újkori társadalom csökevénye, hogy próbálták, főleg az elmúlt 100 év csökeménye, hogy próbálták az embereket rávenni arra, hogy elfelejtsék azt a fajta filozófiát, hogy az emberi lélek halhatatlan. És ezáltal ugye olyan fajta tanítások láttak napvilágot, hogy hát ez nem így van, mert ez nem bizonyított, bár ugye akik visszajöttek a halálból, azok ugye beszámoltak arról, hogy utána mi történt. Főleg azóta, mióta ugye lehet olyat csinálni, hogy visszahozni akár egy embert a halálból. Tehát bizonyítékok vannak, hogy az ember, ha meghal, most gondolj bele, ha a halál utána semmi következne, akkor hogy jön vissza? Nem? Tehát akkor akik meghaltak valaha és újraélesztették, akkor az embert nem lehetne újraéleszteni. Világos ez?
De valahogy gondoljátok végig, ezre miért nem gondolnak az emberek? Hát akkor úgy lehet újraéleszteni valakit, ha már meghalt, nem? Tehát az azt jelenti, hogy nem halt meg, nem? Tehát abban az értelemben, amit a halálon értünk, nem jött létre. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy bement egy létközi állapotba, és a létközi állapotból visszahozták az ebbe az életébe. Tehát nem halt meg. De mégis ugye megállapították, hogy meghalt. Hiszen nem dobogott tovább a szíve. Érted? Tehát magyarul meghalt. Tehát hogyha halál után az emberek bekerülnének a semmibe, akkor onnan nem tudnának visszajönni, mert meghaltak. Világos ez? De ugye ezt még nem gondolják végig az emberek? Hát gondold végig, hogy hány ezer embert hoztak már vissza, vagy jött vissza a halálból. Érted? És ők a bizonyítékok, hogy a halál után volt valami. Még akkor is, ha nem emlékezett rá, hogy mi történt. De akkor is visszajött valami. Tehát vissza úgy tudsz jönni valahonnan, hogyha oda mentél, nem? Ha nem tudsz oda menni. Tehát ha bezárjuk az összes ajtót és nem tudsz kimenni, akkor nem tudsz az udvaron lenni, nem? És ha kinyitjuk az ajtót és kimész az udvarra és nyitva marad az ajtó, akkor vissza tudsz jönni, nem? Teljesen logikus. Tehát ami azt jelenti, hogy csak úgy tudsz visszajönni az udvarról, hogyha oda elmentél. Érted? Úgy nem tudsz visszajönni az udvarról, hogy ki sem mentél. Nem? Logikus. Ami azt jelenti, hogy ez nem feltevés. Bizonyított tény. De akkor miért nem beszélnek erről? Hát mert valahogy erre nem gondolnak az emberek. Hogy a halálból, akik visszajöttek, azok oda valahova kerültek. Világos? Ha semmibe kerültek volna, onnan nem lehet visszajönni. A semmiből nincs visszajövetel. Világos ez? Oké? Na most, akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Hát gondold végig, hogy neked melyik a jobb. Az a filozófia, hogyha meghalsz, akkor semmibe kerülsz, ami ugye a hazugság. Hát miért hazudják ezt az embereknek? Nagyon egyszerű. Tehát gondolkozz, miért hazudják ezt az embereknek, hogyha meghalsz, a semmibe kerülsz. Tehát magyarul, hogy egy életed van, egy halálod. Vannak ilyen nóták is, amik dalok, amelyik ezt meg versek, meg mindenféle, érted, meg leírások, ahol ezt tanítják az embereknek, szándékosan vagy tudatlanul, mindegy, hogy egy életem, egy halálom. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert ha egy életed, egy halálod van, akkor ebben az életben kell mindent megélned, nem? Akkor gyorsan halmozni kell az élvezeteket, és minél gyorsabban halmozni kell az élvezeteket, mert különben nem élünk meg bizonyos dolgokat, nem? A logikus, na most a halmoz, tehát az élvezetek halmozása véletlenül nem kerül pénzbe. Csak úgy kérdezem. Hát kevés olyan dolgot tudsz mondani, olyan élvezetet, ami nem kerül pénzbe, nem? Lehet, hogy férfiként azt mondom, hát azt mondod, hogy van egy feleségem. Nem? Aha, az kerül a legtöbbe. Ugye uraim, egyetértünk. Szóval lényeg az, hogy hát ez pénzbe kerül, az élvezet. Pénzbe kerül. Érted? És ugye miért kell, hogy pénzbe kerüljenek a dolgok? Tehát miért kell, hogy minél többet költsünk? Hát mert fogyasztói társadalom van. És a fogyasztói társadalomnak meg ugye az a lényege, hogy profit, 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 profit. Tehát minél több profit folyjon be. Tehát minél több profitra tegyenek szert, minél több haszonra tegyenek szert. A haszon által meg minél több vagyonra tegyenek szert. Ez a lényeg. Oké? Tehát ugye azt tudjátok, bár ezt ugye már ezt is megpróbálják megkérdőjelezni,
hogy tehát nem lehet olyan, hogy mindenki gazdagodjon, olyan nem lehet. Tehát olyan nem lehet. Tehát ha nagy mértékben gazdagodik bizonyos réteg, akkor egy másik rétegnek el kell szegényedni. Sajnos ez azt kell megérteni, hogy törvényszerű. Tehát ez törvényszerű. Tehát az annyit jelent, hogy nincs végtelen mennyiségű anyagi java ennek a bolygónak, érted? Tehát az azt jelenti, hogy ha az bizonyos emberek kezükbe kaparítják, akkor másoknak kevesebb jut. Ennyi. És ezáltal, ugye, hogyha ők a bizonyos, azok az emberek, akiknek a legfontosabb a profit, tehát a fogyasztói társadalom működtetői, azon az elven működnek, hogyha ők minél gazdagabbak, akkor az emberek annál szegényebbek lesznek. De miért jó, ha szegények lesznek az emberek? Mert egy gazdagot nem tudsz rabszolgává tenni, csak egy szegényt. Érted? Egy jó módot csak úgy tudsz rabszolgává tenni, hogyha erőszakkal teszed ezt meg. Megnézed, a szolgák azok soha nem a jómódúak voltak. A szolgák azok mindig a szegények voltak. Világos ez? És hogyha minél több a szegény, annál több a szolga. És akkor ráadásul, ugye mondhatják azt, de hát az igazán gazdagok száma a Földön, az körülbelül olyan 10 000 emberen belül van. 10 000 emberen belül. Az igazán gazdagok. Azok, akik jómódúak, az a 100%-nak a 3%-a. Tehát 100-ból 3 ember. Tehát akkor ugye mondjuk a 8 milliárdnál a 3% az ugye 800 millió, a 10%, akkor a 3% az 240 millió, ha jól számolom. 240 millió jó módú van a világban. Ez nem kevés, ha megnézed. Ugye erre törekednek az emberek. De ez mindig úgy működött, hogy ahogy ez a 3% gazdagodik, a többiek úgy szegényednek. És ráadásul, hogy ebből a 3%-ból ugye az 1/3 az, tehát 1%, amelynek nagyobb a vagyona, mint a másik 2%-nak. Tehát akkor az azt jelenti, hogy sokkal jobban élnek. És abból az 1%-ból van az a kb. 10 000 ember, aki meg ilyen ultra jó módú. Na most, ha a bolygóhoz képest ezeket a dolgokat megnézzük, akkor ugye, ha van egy olyan törekvés, hogy egyesek minél gazdagabbak legyenek, akkor van egy olyan törekvés is, ez nem kérdés, érted? Hanem ez tény. Hogy van olyan törekvés is, hogy viszont a többiek szegényedjenek el. És ugye miért kellene elszegényedni az embereknek? Még egyszer mondom, hogy szolgák lehessenek, de ennyi szolgára nincs szükség. Hát most gondold végig, hogy ha megnézzük azt a 3%-ot, a 3%-nak átlagosan, ugye azt mondja, hogy a 97%, 97-ben a 3 azt mondja, megvan 33-szor durván. Tehát nincs szükségük 33 szolgára. Érted? Nincsen. Hát akkor mennyi szolgára van szükségük? Ugye egy embernek. Mert itt most nem családokról beszélek, hanem per főről beszélek. Tehát ami azt jelenti, mondjuk egy 3 fős gazdag család esetén, akkor ez 99 szolga. Hát minek annyi szolga egy 3 fős családnak?
Érted? Tehát ez nem így működik. Tehát nem kell ennyi szolga. Hanem ez azt jelenti, hogy átlagosan egy személyre 2-3 szolga. Érted? Tehát 2-3 szolga. A többire meg nincs szükség. Ezt nem én mondom. Ők. Oké? Okay. És akkor mi lesz ebben a sok emberre? Azt már a fantáziádra bízom, jó? Oké? Okay. Gyönyörű törekvéseket látsz, vagy láthatsz. Oké? Okay. Elnevezhetik azt klímakatasztrófának. Elnevezhetik azt, mit tudom én, természeti csapásoknak. Elnevezhetik azt betegségeknek, járványoknak, vagy akárminek. Érted? Ez én úgy tudom, mint tizedeli az embereket. Vagy te nem úgy tudod? Ezek mind. Mióta a világ a világ? Ami azt jelenti, hogy gondold végig, milyen technikai fejlettség van. Ahol ugye bizonyítottan tudnak befolyásolni dolgokat. Például a klímát, nem azt, amit a házban, a lakásban működik, tudod, hanem a bolygó klímáját. Vagy például mondjuk egy országnak van, hogy mennyi eső essen, vagy ne essen. Akármilyen hihetetlen, ezeket már tudják befolyásolni. Tehát magyarul az ember elkezdett Istent játszani. És ugye bebizonyított tény, hogy az előző emberiségek is tudták befolyásolni az időjárást. Oké? Okay? És az új emberiségek számára azok az előző emberiségből maradt egyének, akik tudták befolyásolni az időjárást, tudod mire? Minek hívták a következő emberiség emberei? Istennek. Tehát még egyszer mondom, az előző emberiségből maradtak olyanok, akik az időjárást tudták befolyásolni, és a következő emberiség emberei Istennek gondolták őket. Oké? Okay. Most eljutottunk oda, hogy azok, akik befolyásolják az időjárást, emberek, nyilván nem a gondolatukkal befolyásolják, hanem a technikával. Azokat már nem tekintjük Isteneknek, mert emberek. Ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Érted? De mégis olyan technikai eszközök vannak, amivel már lehet befolyásolni az időjárást. És lehet befolyásolni azt, hogy hol legyen. Mondjuk földrengés. Tehát vannak olyan szeizmikus készülékek fent a világűrben, amelyik adott helyen, ami földrengést tud előidézni. Érted? Na most ugye azt mondják, hogy cunami. Aha. Például a japán cunami, azt az ember idézte elő. Oké. Okay. Tehát Fukushimáról beszélek. Nem véletlenül, hanem szándékos módon. Oké. Okay. Na most, ami azt jelenti, hogy az ember arra a technikai fejlődéshez jutott, vagy fejlődésre jutott, hogy azokat, amik ilyen rossz hírek vannak, hogy klíma, változás, meg fokozott betegségek, meg vírushelyzet, meg ilyenek, az nem a véletlen műve. Ha valaki azt gondolja, hogy a véletlen műve, akkor valami nagyon múlt század közepe táján él.
És akkor azt mondja most nekem, hogy magában, hogy kikéri magának, mert ő mobiltelefont használ meg, stb. De hát nézd már utána a dolgokhoz, vagy dolgoknak, hogy mondjuk már 30 évvel ezelőtt milyen technikák voltak. Na most gondold végig, ha 30 évvel ezelőtt már milyen technikák voltak, akkor most milyenek vannak? És nem tudom, tudjátok-e, hogy a technika fejlődése az exponenciális. Tehát most 3 év alatt annyit fejlődik a technika, mint előtte 30 éven keresztül. Érted? És 10 év alatt képes akkorát fejlődni a technika, az elmúlt 10 év fejlődése nagyobb technikai fejlődés volt, mint amit 1000 év alatt produkált az emberiség. Érted? És akkor most miről beszélsz? Hogy nincsenek ilyen dolgok? Miről? Miről? Ha nem vagy tisztában azzal, hogy milyen technikai fejlődés van, és milyen gyorsuló technikai fejlődés a világban. Bár az ember szellemi fejlődése legyne olyan gyors, mint a technikai fejlődés. Mert avval többre mennénk. Sokkal többre. Tehát ez azt jelenti, hogy a technikai fejlődés révén bármi olyan dolgot, ami akár elképzelhetetlen számodra, létre tudnak hozni. Bármit. Bármi olyan, amit esetleg a cifikben láttál, a fantasztikus filmekben láttál, akár meg tudják valósítani. Érted? De az azt jelenti, hogy úgy megvalósítani, hogy az érzékelhető legyen az emberek számára. Tehát már meg tudják csinálni. Na most, de csak gondoljatok végig, hogy ez megint lehet azt mondani, hogy ez a fantázia szüleményei. Aha, igen. És amikor például emberek azt látták, és erről beszámoltak, hogy bizonyos esetekben olyan technikai eszközök működtek közre, ami számukra felfoghatatlan volt. Például a második világháborút követően. Érted? Mikor mondjuk az Antarktisz jege alatt keresték a német bázisokat. És nem a németek által irányítottan volt ilyen technológia, mert a németek által irányítottan lett volna, akkor a szövetségesek nem páholták volna el Németországot. Hanem olyan technológia, ami nem a földhöz kötött. Na most gondold végig, ha már a második világháborút követően az amerikai hadiflotta azt mondja, úgy menekült az Antarktisztól, érted, hogy gyakorlatilag szinte megtizedelték a flottát, érted? De szó szerint megtizedelték. És érted, alig bírt elmenekülni a flotta. Most onnantól kezdve gondold végig, hogyha ilyen technológiával van a Földön, akkor az nem juthatott emberi kézbe. Vagy nem lehet, hogy esetleg azok a lények, akik ilyen technológiát működtettek, átadtak már abból az emberiségnek. Hát hol élsz? Hol élsz? Érted? És most nem abból a szempontból értékel, hogy jó vagy rossz, földön kívüliekről van szó, érted? És nem abból. Ugye beszámolók elmondták, hogy a Kurszki csatában, a tank csata, ott is olyan földön kívül, tehát olyan fajta járművek pattogtak a tankok fölött, érted? Amik meghatározták a Kurszki csata kimenetelét. Szemtanúk állítása volt.
akik ott részt vettek a Kurszki csatába. És gyakorlatilag megfordították az oroszok javára a Kurszki csatát. Mi közelnek az emberekhez? Semmi. És a gól az a technológia. Ha bármikor olyan technológiát adtak át az ember számára, amit akartak. Oké? Tehát gondold végig, hogy attól, hogy te valamiről nem tudsz. Hát most láttam például egy film részletet, ahol arról volt szó, hogy 2019 és egy 80-as években készült film. 80-as években készítették. És 2019-ben már ugye hogy fogunk közlekedni, hogy nem autóval. És ahhoz képest itt döcögünk az autókkal, gondold végig. Tehát már akkor azt képzelték el, hogy milyen technológia lesz. És ahhoz képest látszatra hol van? Hát ugye én elég értek az autókhoz, mert ugye tanult szakmám, és foglalkoztam is vele, és egyébként meg letettem annak idején a mestervizsgát is, és az autók azok úgy önmagában nem távolodtak el tőlem. És hát már olyan technológia volt akkor, amikor én tanultam, amit még be se vezettek. Most se. Érted? Olyan technológiát tanultunk, ami azt jelenti, hogy be se vezették. Azóta se. Már akkor tanultuk azt, hogy az autók úgy vannak megcsinálva, hogy nem az a technológiával gyártják le az első szériát, mint amivel rendelkeznek. Ezért ugye szépen fokozatosan ilyen facelitbe, ilyen fejlesztésbe kiadják a technológiákat, hogy többször el lehessen adni ugyanazt a típust. Érted? Azért, hogy többször el lehessen adni ugyanazt a típust. És az a technológia, amivel kiadnak egy új szériás autót, az sehol nincs ahhoz képest, amivel a technológia rendelkezik. Sehol. Tehát magyarul azt, amit a lakosság lát technológia, az sehol nincs az ahhoz képest, ami ténylegesen van. És akkor az emberek áltatják magukat avval kapcsolatban, hogy hát elhiszik azt, hogy ó, hát a klímaváltozás miatt mekkora változásokat kell létrehozni. Hát basszus kulcs, a klímaváltozás nagy részét nem mi, ugye átlag emberek okozzuk, és nem a mi életmódunk okozza a klímaváltozást, hanem ők szándékosan egyes országokban túl sok esőt csinálnak, másik országokban meg ezáltal nincs eső. Érted? És szárazság van. És akkor miről beszélünk? Tehát ha megnézitek, párhuzamosan azzal, hogy mit tudom én, melegebbnek országok, más országokban meg annyi eső van, hogy egyszerűen állandóan árvíz dúl. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embereket egy ilyen, hát olyan, mintha egy virtuális képet adnának számukra. És mondhatjuk azt, hogy szinte szó szerint, mert ahogy mutatják, az nem a tényleges valóság. Tehát a média az abszolút nem a tényleges valóságot mutatja, szinte semmilyen szinten. És az emberek azt hiszik, hogy az a valóság, de hogy valóság. Hát most gondolj bele, egy ismerősöm révén már a 90-es években hallottam a kém technológiáról, hogy milyen kém technológia volt már a 90-es években. Na most az még most sem szemmel látható, érted? Na most ahhoz képest meg gondold végig eltelt 30 év.
akkor most milyen technológia van? 30 év elteltével. És igazából a kém technológia az mikortól indult? Hát a 30-as évektől. Tehát most gondolj bele, 60 év alatt a kém technológia hova fejlődött, ugye a 90-es évekig, és az elmúlt 30 évben többet fejlődött jóval, mint előtte 60 éven keresztül. Világos ez? Hát a fejlődés az mindig exponenciális és nem lineális. Világos ez? Soha nem lineális, mindig exponenciális. Tehát egy olyan világban élünk, ahol elhitetnek az emberekkel dolgokat, és mivel az embereket megtanították arra, hogy ne gondolkodjanak, ezért azt hiszik, amit látnak. És akkor ugye ráadásul beléjük is nevelték azt, hogy sokan mondják, hogy hiszem, ha látom. Nem? És szó szerint azt hiszik, amit látnak. Na most nézzük, menjünk egy kicsit vissza, jó? Tehát ugye melyik a jobb neked? Az, hogy azt gondolod és azt hiszed, mert a gondolataid alapján hiszel, azt hiszed, hogy egy életed és egy halálod van, és utána a nagy semmi van, és soha többé semmi, vagy azt hiszed, ami a bebizonyított tény, és amit az emberiség évezredeken keresztül hitt, hogy ez a jelenlegi életed csak egy átmenet. De most az a kérdés, hogy mi közt átmenet? Egy következő hasonló élet közt? Vagy egy előző és egy következő hasonló élet közt átmenet? Vagy pedig átmenet egy magasabb szintű létforma között? Na ez a kérdés. Tehát mi közt átmenet? És ez nem mástól függ, ez tőled függ. Hogy átmenet két, illetve igen, két olyan élet közt, ami most vagy, hogy ez a harmadik, két olyan élet közt, ami volt és lesz, és ami hasonlít egymáshoz, vagy egy olyan átmenet, ami ettől a fajta élettől egy teljesen eltérő. Mi a hasonló az életek között? Hát az előző életben is, amikor egy úgynevezett reinkarnációs folyamatban benn van az ember, ugye az azt jelenti, hogy előző élet, halál, létközi állapot, létközi állapotból a lélek újra születik, tehát itt a létközi állapot az mindig a lélekre vonatkozik, bezárják egy testbe, utána meghal, majd megint kilép a testből a halálával, bekerül egy létközi állapotba, a létközi állapotban, létközi állapot végével ugye megint bekerül egy újabb testbe, előtte természetesen törlik a tudását, az előző életének a tudását, és akkor ezt így folytatja akár évezredeken keresztül. És akkor megnézed ezt a fajta életet, így lehet jókat szenvedni, lehet, persze öröm is van, ha az ember jól csinálja az életét, nem? Persze, hogy van, természetesen, de benne van a szenvedés. De egy biztos, hogy ebben a létformában egyet soha nem kapsz meg. Tehát bármit élvezhetsz, bármit szerethetsz, de szabad sose leszel. Mert ebben a létformában nem lehet megélni a szabadságot. Tudod miért? Mert be vagy zárva a testedbe. És nem tudom én, valahogy gyerekkoromtól volt egy olyan film, ha visszaemlékeztek, még emlékszem rá, gondolom, milyen nyomot hagyott, fekete-fehérbe láttam. Az volt a neve, hogy Faljáró, a film címe.
faljáró. Tehát ami azt jelenti, hogy át tudott menni a falon. Érted? Tehát fogta és átment a falon. És még emlékszem arra, hogy úgy vette észre, hogy így nyúlt oda a falhoz, és akkor átment a keze a falon, és csodálkozott. Na mindegy, az a címe, egy francia film, hogy faljáró, mondom, fekete-fehérbe ment. És akkor mondtam, hogy milyen jó lenne egy ilyen. Tehát nekem az kell. Érted? Tehát nekem az kell, hogy ne tudjanak falak közé tenni. Érted? Te nem gondoltál sose ilyenre? Nem gondoltál arra, hogy korlátozva vagy azzal, hogy nem oda mész, ahova akarsz, nem akkor, amikor akarsz? Érted? Sőt, milyen jó lenne azzal menni hasonlóképpen, akivel akarunk, nem? Te nem gondolkodtál jelen? Na most miért ezt meg tudod csinálni? Nem tudod megcsinálni. Hát ebben a létformában, amikor a lélek be van zárva egy zárt térbe, amit úgy hívunk, hogy test, és a test, az, mivel a test az anyag, az anyag az anyagon nem tud átmenni. Érted? Hát ha csak nem az légnemű, persze, mert a légnemű anyag is. De ugye egy tömör anyagon az anyag nem tud átmenni. Hát a folyékonyan is küszködve megy át, mikor ugye át akar menni. A légneműn azon át tud menni. Na most ez, hogy az anyagon át tudjunk menni, ahhoz nem kéne rendelkezni anyaggal. Tehát az energia, nézd meg, mondjuk a rádióhullámokat. Képesek a rádióhullámok átmenni az anyagon. Tehát a rádióhullámok könnyebben áthatolnak az anyagon, mint mi anyaggal rendelkező emberek. És gondold végig, hogy mennyivel könnyebb lenne, mennyivel másabb lenne az életed, hogyha nem lennél korlátozva. Tehát ami azt jelenti, hogy a szabadság az nem adatik meg az embereknek ezen a bolygón. Gondold végig, hogy egy dolog ezen a bolygón nem adatik meg. Bármit meg tudsz szerezni, de tényleg ez szabadságot nem. És senki ezen a bolygón, aki ember, az nem tudja megvalósítani a tényleges szabadságot. Érthető ez? Senki. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha valakinek egy kicsit nagyobb a szabadság igénye, és nem nyomták el ezt a szabadság igényt, és ott motoszkál benne az a fajta létforma, ami esetleg a sok-sok reinkarnáció során már teljesen kiveszett. Érted? Mert ha valaki sok-sok reinkarnációt megélt, akkor kiveszett belőle az, és az a természetes, hogy egy testben van. És kiveszett belőle az, hogy ebben a testben nem tudok szabad lenni. Érted? És az nekem nem elégséges, hogy én a hátra lévő életeimet, nem életemet, életeimet ilyen körülmények között töltsem el. Érted? Hogy nem tudok szabad lenni. Tehát nem tudok oda menni, ahova én akarok, akkor, amikor én akarok, és akár azzal, akivel én akarok. Tehát hány olyan embert ismersz, ugye emberként, hány olyan embert ismersz, aki egyik pillanatról a másikra a Föld bármely pontján tud lenni? Nincsenek ilyen emberek. Na most gondold végig, volt egy másik film, tudod, ahol... Hú, Marian, hogy hívják azt a filmet, ahol egyik pillanatra a másikra máshol tudtak lenni, és kergették őket. Hipervándor, igen. Hipervándor, köszönöm szépen. No, szóval,
Hát amikor én azt a filmet láttam, akkor ilyen nosztalgiát éreztem, érted, az iránt, hogy jó, hát ez teljesen fantázia kérdés, hogy az ember egy olyan életet éljen, hogy egyik pillanatban itt van, vagy ott van, vagy amott van, érted? Hát nyilván céllal, nem? Mert céltalanul ott lenni, vagy itt lenni, minek? Tehát mindig céllal. Na most gondold végig, tehát ugye bennem van egy olyan fajta érzés, hogy volt is mindig, hogy onnantól, hogy láttam ezt a kisgyerekkoromban ez a Faljáró című filmet, ugye amióta én megszülettem, gyakorlatilag nézhettem tévét. Sajnos, vagy hála Istennek, nem tudom, mert ugye nagymamámnak volt. És ugye mivel nagymamámnál voltam a legtöbbet, ezért ugye ott működött a tévé. És lényeg az, hogy ugye miért, tehát az a kérdés, hogy egy az, hogy mennyire sikerült elérni a reinkarnációkkal, hogy az ember teljes egészében elveszítse azt az igényét, vagy érzését, érted, hogy ezáltal, hogy ebbe a testbe be van zárva, nem szabad. Mert aki, mondom, sok reinkarnációt megélt, az biztos, hogy ezzel gondban van. Neki az a természetes, hogy testbe van. De akkor egy tényleg nézd meg ilyen filmeket, érted, ahol az ember kicsit más formában is tudna létezni. És akkor nézzük tovább. Hát mit csinálunk itt a Földön? Tehát miért kell ezt a reinkarnációs folyamatot végigcsinálni? Miért nem csinálják végig azok a lények, akik a világegyetemben vannak, és akikhez képest mi nagyon kevesen vagyunk? Tehát ez a 8 milliárd ember, amelyik csinálja ezt a reinkarnációs folyamatot most, aki itt van ezen a bolygón, ez elenyésző ahhoz képest, amennyi értelmes lény van a világegyetemben. És nekik miért nem kell reinkarnációs folyamatot csinálni? Hát akkor gondolkozzunk csak egy kicsit, hogy gondolkozzunk. Hát nagyon logikus, ha végig gondolja az ember. Ugye kétféle dolgot tud végig gondolni. Vagy az, hogy börtönbolygó, nem? Vagy az, hogy iskolabolygó, nem? A más nem, nincs harmadik. Vagy börtönbolygó, vagy iskolabolygó. Na most a börtönbolygó, ugye vannak olyan börtönök, főleg a börtönöknek olyan szárnya, ahol az életfogytigosok vannak. Oké? Ez azt jelenti, hogy olyan bűncselekményeket követtek el, hogy életfogytiglanra ítélték őket. És azokat nem rakják be olyanokhoz, akik, mit tudom én, mondjuk 2 év múlva szabadulnak. Nyilvánvaló. Tehát, hát most szerinted, most mi van? Most életfogytig, az azt jelenti, hogy nincs kilépés belőle, és csak reinkarnáció, ez az életfogytiglan. Tehát magyarul, ameddig a lelked létezik, ami azt jelenti, hogy örök, mert a lélek örök, akkor örök ki ez a dolgot, hogy reinkarnáció. És ez volt öröktől fogva, hogy reinkarnáció. Tehát magyarul akkor ez egy börtönbolygó lenne? Hát nem. Mert nem azt érzi az ember, ez nem egy börtönbolygó, hanem azt érzi az ember, hogy egy iskolabolygó. Én nem érzem, én tudom, oké, hogy ez egy iskolabolygó. De az iskola, az mit jelent? Hogy az iskolából ki lehet lépni? Nem? Ha elvégezte az ember a feladatát, figyeld, hogyha valaki bekerül az általános iskolába 7 évesen, és 7 évesen elvégzi a 8 általánost, 1 év alatt. Akkor ki járta 1 év alatt a 8 általánost? Ugye ezt tudod? Hát a másik, amelyik meg megbukik, az lehet, hogy jár 16 vagy 18 éves koráig, nem tudom most mennyi az iskola kötelezettség, mert régen 14 volt, utána 16 lett, már lehet, hogy 18, meg fene tudja követni ezeket a sok változásokat, érted? Meg nem is biztos, hogy kell. De lényeg az, hogy,
gondold végig, hogy akkor neki, ameddig az iskola kötelezettség van, ha állandóan megbukik, akkor is tanulnia kell. Na most ez nem hasonlít egy kicsit a reinkarnációhoz? Hát ha megbuktunk, az életünk végéig megbukunk, akkor osztályt ismétlünk. Nem? Gondold végig. Hát akkor nem jobb lenne az, hogy minél hamarabb letenni a 8 osztályt, érted? És ha megteheti az ember, akkor mondjuk egy év alatt letenni a 8 osztályt, vagy átvitt értelemben, így hozzuk ide ezt a dolgot, akkor egy élet során kikerülni ebből a reinkarnációs folyamatból? Nem jobb lenne? És akkor hova kerül az ember? Mert ugye akkor tűzhet ki célt, hogyha tudja, az micsoda. De amiről az ember nem tudja, hogy az micsoda, azt mondja, hogy de, hogy érdekel engem ez a dolog. Hát ugye van egy olyan fenti létforma, ami a teremtő akaratán alapul. Milyen teremtő? Az öreg teremtő. Nem Jehova, meg ilyesmi, érted? Hanem a teremtők teremtője. Érted? Az öreg Isten, a jó Isten, az eredendő Isten. Től ered. Ami azt jelenti, hogy a lelkeket meg kell tanítani arra, hogy ne forduljanak szembe vele. És tegyék a dolgukat. Oké? Mert sajnos, hogyha ezt nem tanítják meg a lelkeknek, akkor előfordul, hogy szembefordulnak vele. És előfordul, hogy nem teszik a dolgukat. Mi a léleknek a feladata? Mi a dolga? A teremtés. A teremtés. A lélek dolga a teremtés. Ugye, remélem, aki hallgat engem, tisztában van azzal, hogy van lelke. Remélem. Ami annyit jelent, hogy akkor gondold végig, mivel van lelked, a lélek dolga a teremtés. És akkor érdemes mindenkinek egy kicsit végig gondolni, hogy hogy áll a teremtés terén. Érted? Tehát, hogy vajon csinálod-e ezt a feladatot? És milyen apropóból csinálod? Muszájból? Szükségből? Vagy küldetéstudatból? Vagy akár kötelességtudatból? Mert ugye a küldetéstudat, kötelességtudat az kéz a kézben jár. Vagy kézen fogva jár. Melyikből csinálod? Hát hogyha mondjuk szükségből vagy kényszerből csinálod, hát akkor valamit tegyél, hogy az ne így legyen. Oké? Hogyha az ember tudja azt, hogy mi várhat rá, akkor lehet, hogy egy kicsit átgondolja a jövőjét. Ugye két dolog van, ami az emberre várhat. Egy, hogy benne maradsz ebbe a mókuskerékbe. Ez a mókuskerék, ez a reinkarnációs folyamat. Magyarul nem tanulsz az életedből, elköveted a hibákat, nem javítod ki a hibákat, utána rád vár a következő élet, hát ha a következő életedben kijavítod a hibákat, megtanulod azt, amit meg kell tanulni, és akkor hát ha kikerülhetsz ebből. Vagy csinálod ezt ugyanúgy tovább. De akkor szabad soha nem leszel. Tehát a szabadság valódi értelmében soha nem leszel szabad. Most gondold végig, hogy mennyire sikerült az embereknek a szabadság igényét elvenni. Gondold végig. Most akkor nézzük tovább.
Mi van egy másik alternatívaként? Tehát a fenti világ úgy működik, hogy ugye a teremtő akaratából, akik a teremtő mellett állnak, mert sajnos vannak olyan lények, akik nem a teremtő mellett állnak, akik a teremtő mellett állnak, azok úgy élhetik az életüket, hogy tehát olyan teremtésekben vehetnek majd részt, nyilván, hogyha meg lesz hozzá a kellő tudásuk, vagy már akár meg is van a kellő tudásuk, csak nem tudnak róla, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. Hát lényeg az, hogy részt vehetnek olyan dolgoknak a létrehozásában, amiről azt gondoljuk, meg azt tanultuk, hogy az magától jött létre. Mint például úgy hívnak, hogy bolygó. Vagy például úgy hívnak, hogy nap. Vagy például úgy hívnak, hogy naprendszer. Vagy például úgy hívnak, hogy galaxis. És a galaxison belül a naprendszerek, és a naprendszereken belül a bolygók, és a bolygókon belül ami azt a bolygó célját szolgálja. Oké? És akkor az ember ilyen, nem az ember, a lelkünk ilyenekbe részt tud venni. Vagy akár olyanokban részt tud venni, mint például azok a lények, akik nem akarnak fejlődni, emberi lények, akik nem akarnak fejlődni, és maradni akarnak a reinkarnációs folyamatba, mondjuk angyali szerepben az életüket irányítgatni, segíteni, hogy azt éljék meg, amit nekik meg kell élniük az előző életi hibázások miatt. És akkor, mit tudom én, angyalként létrehozol majd olyan helyzeteket, hogy megtörténjenek olyan események, ami által mondjuk egy ember, aki a reinkarnációs folyamatban benne van, megéljen bizonyos élethelyzeteket, amiből hát, ha megtanulja a megoldásokat. Tehát ugye itt kezdődik az angyali létforma, és ha nézzük tovább, odáig fejeződik be az angyali létforma, hogy egy angyal képes arra, hogy az angyaloknak meghatározza, hogy milyen galaxist hozzon létre. Oké? Okay? De ez lehet, hogy így furcsán hangzik, de akkor is így van. Érted? Na most onnantól kezdve, hát hogy működik egy angyal? Tehát itt angyalokat nem nagyon látják az emberek szabad szemmel, mert az angyalnak nincs teste. De hozzá tud jutni testhez. Hogy? Hát úgy, hogy léteznek olyan angyalok itt a Földön, akik fölvettek egy emberi testet, amit nem emberek hoztak létre, csak úgy mondanám, ami pont úgy néz ki, mint egy ember, lejön, lehozzák azt a testet. Hát sajnos a test leszállításához hordozó eszközre van szükség, mert az anyag az csak hordozó eszközzel szállítható. A lélek az hordozó eszköz nélkül közlekedik, illetve tud közlekedni, ha ez a lélekért. Lehozzák a testet, lejön a lélek, és utána belép a testbe, elvégzi a dolgát, bizonyos idő alatt az lehet rövidebb vagy hosszabb időtartam, majd fogja, és elviszik a testet, és az illető lélek az itt hagyja ezt a feladatot, mert befejezte a feladatát. Na most ez azt jelenti, hogy a lelkeknek, ha szükségük van, akkor van testük, tehát kapnak testet, de nem egy csecsemő testet. Hát most gondold végig, szegény szerencsétlen lelked, meg mindnyájunk lelke, beszületett egy tehetetlen csecsemő testbe.
Na az mekkora kiszolgáltatottság volt, és mekkora rabság. Gondold végig. És hogy élte túl a lelked? Úgy élte túl, hogy mielőtt beköltözött volna abba a testbe, és mielőtt egyáltalán lejött volna a földre, előtte kitörölték az összes tudását. Mert különben nem tudta volna elviselni azt a rabságot, amit a csecsebő test eredményez. Világos ez? Úgy tudta elviselni, hogy nulla tudással. Illetve nem mondanám, hogy nulla tudással, mert ott jött le a lelked, amikor megfogantál. És akkor azt tudták előre. Nem érdekes? Pedig ugye a szüleid azt gondolták, hogy ez nem biztos, hogy előre tervezett volt, hogy te pont akkor fogantsz. Érted? És ők mégis a fentiek tudták, hogy te akkor fogsz fogadni. És abban a pillanatban, amint megfogantál, már is leküldték a lelkedet, és addigra ki volt törölve a tudás. Nem érdekes? Na akkor gondold végig, hogy milyen technikával állsz szembe. A fentiek milyen tudással rendelkeznek. Oké? Okay? És akkor szépen, ugye az embernek az a dolga, az lenne itt a dolga a Földön, hogy egy olyan iskolát járjon ki, ahol az ember képes erre, ami itt van leírva, szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Erre a tudásra kellene hozzá, vagy ehhez a tudáshoz kellene hozzájutni. És az azt jelenti, hogy kérdezem én, a PPA-n kívül hány szervezetet tudsz, ahol hozzá tudnak juttatni ahhoz a tudáshoz, hogy képes legyenek az emberek, nem egyesek, hanem bárki, aki erre nyitott, szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élő tudáshoz hozzájutni. Tehát, hogy erre képes legyen, de ez tudás kell, ez nem megy magától. Ha menne magától, akkor már így élnél. Világos ez? Tehát ezt meg kell az embernek tanulnia, és nem csak meg kell tanulnia, be kell gyakorolnia. És erre lenne az aranykor, hogy begyakorold. Érted? Előtte még ki tudod próbálgatni, lehet próbálkozni, de inkább azt mondom, hogy kísérletezni. Mert ugye miért csak kísérlet? Mert most a bolygó tele van elnyomókkal. Minden ötödik ember a bolygón elnyomó. És abból az ötből minden ötödik nagyon elnyomó. Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberek, tehát 100-ból azt mondja, hogy hogy van az 5, az 20%, annak az 4%. Tehát 100-ból 4 ember nagyon elnyomó. Tehát nagyon intenzív elnyomó. És addig, míg az ember elnyomói környezetben tanul, amikor elnyomást kap, akkor elveszíti a tudását. Legalábbis a legtöbb ember. A túlnyomó többség. Elveszíti a tudását. És ha az ember elveszíti a tudását, mikor elnyomást kap, akkor visszazökken addig, amíg vissza nem nyeri a hangulatát, tehát meg nem szűnik az elnyomás, addig ott van azon abban a fázisban, hogy nem tudja használni a tudását. Hiába tanult. Tehát igazán az az időszak lesz az ember fejlődésére, amit úgy nevezünk, hogy aranykor. Mert addigra az elnyomók eltűnnek a Földről. Nem általunk, a fentiek által. Ugyanúgy, ahogy a fentiek miatt születtek ide az emberek, ugyanúgy a fentiek intézik azt is el, hogy innen eltávozzanak halál formájában természetesen. És most, ha megnézed, mintha a halálesetek száma megszaporodott volna. És én ezt mondtam már előre,
lassan évtizedek óta mondom, hogy meg fog szaporodni, és eljött ez az időszak, hogy egyre szaporodik a halálesetek száma. Ami annyit jelent, hogy egyszerűen fogják és kivonják azokat, akiket ki kell vonni. De még sajnos ehhez szükség van még az elnyomókra, hogy az emberek eldöntsék, hogy mit akarnak. Érted? Hogy eldöntsék azt, hogy nekik jó így, ahogy van, várják, hogy visszaálljon minden ugyanúgy, ahogy volt, vagy fejlődjenek. Mert két út van, vagy nem csinálunk semmit, vagy fejlődünk. És akik a fejlődést választják, azok eljuthatnak könnyedén, ugye a 2035-re a bolygón meg kell valósulnia az aranykornak. És meg is fog valósulni. És ez egy rossz hír egyébként az elnyomóknak. Mert nem kell, hogy az emberek pusztítsák egymást. Még az se kell, hogy a vírus pusztítsa az embereket. Hát emberek eddig is meghaltak úgy, hogy nem volt se vírus, se gyilkosság, és mégis fogta, és egyik pillanatra a másikra meghalt. És figyeljetek szavamra, jó? Hogy egyre több olyan halálesetet fogtok látni, hogy az illetők egyik pillanatra a másikra kivonják az élő sorából. Oké? Persze lesznek sokan olyanok, akik valameddig szenvedni fognak, mert az egy szép halál, hogyha valaki, mit tudom, elalszik, az nem ébred föl. Vagy hirtelen, mit tudom, ide kap, aztán már el is ment. Érted? Ez viszonylag szép halál. De sokan nem így fognak meghalni, hanem még előtte egy kicsit kisebb, nagyobb mértékben szenvedni. Hát nyilván attól függően, hogy az illető mit követett el. Milyen olyan dolgai vannak, ami miatt szenvednie kell? Oké? Illetve voltak. Mert nem kell feltétlenül kell lenni, hogy vannak. Bőven elég, hogy voltak. Tehát ki mit tett? De most mérlegeled az életedet? Mindent helyre hoztál az életedben már? Mindent, amit nem kellett volna megtenned, rendbe raktál? Hát, pedig meg kellene csinálni. És tudás nélkül hogy működik ez? Tehát elindult 2026 egy olyan mérföldkő, ahol nagyszabású kiválasztódás történik. Persze ez ugye tovább megy 2035-ig, de elsősorban 2026. Tehát itt a következő 5 év, ugye amiben vagyunk már, az első már itt van, hát ez látjátok, hogy szó szerint kiválasztódás. És akkor itt az embernek nagyon kell gondolkodni, hogy mi az a helyes, vagy mi az a helytelen, amit tesz. Hát most gondoljátok végig, hogy emberek várják vissza ugyanazt, ami már elmúlt. A múltat várják. Hogy minden visszaáll abba a formába, ami volt. De erre csak annyit mondanék, hogy hogy várja az az ember, hogy visszaálljon a múlt, aki mondjuk beoltatta magát. Mert ő már nem olyan, mint volt. Érted? Mert azok esetleg várhatnák, akik nem oltatták be magukat. De akik beoltatták magukat, azok már nem olyanok, mint előtte voltak. Hogy érted? Hát beraktak egy olyan valamit, amiről azt se tudjuk, mit raktak be. Nem? Ők se tudják, akik beoltatták. Tehát benne van egy olyan valami, ami nem természetes dolog. Aminek nem kéne ott lenni. Oké? Tehát ő már nem tud olyan lenni, mert előtte ez nem volt benne. Tehát az ő számukra már nem olyan lesz a világ, semmi szín alatt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdemes gondolkodni. Jó?
És érdemes úgy élni az életét az embernek, hogy előtte, mielőtt cselekszik vagy döntést hoz, kicsit gondolkodjon. És ugye mi a gondolkodás? Nagyon egyszerű, mérlegelés. Az ember mérlegel. Tehát mérlegre tesz dolgokat. Latolgat, fontolgat. Ez jelenti a gondolkodás. És a legtöbb ember nem gondolkodik. Mert mintha elment volna az esze. Annak, mintha süsük lennének. Érted? Biztos láttál embereket, akik egyszerűen csak azért, mert a többi, és akkor ő is. Nem? És akkor mint a csűrhe, vagy a birkák, vagy én nem is tudom, hogy mondjuk. Érted? Mintha valakinek a nyakában lenne egy kolomb, és akkor ők megkövetnék. Szó szerint. Értitek? Tehát, vagy nem ezt látjátok, vagy én rosszul látom? Tehát nekünk az a küldetésünk, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek az emberek. A magasabb létformát hogy lehet elérni? Mutatom. Ezzel lehet elérni. Tehát az ember egy lelki fejlődésen keresztül halad felfele, és a küldetés szintje eredményezi, tehát a hatodik küldetés szint eredményezi az aranykorba jutást, és az aranykorba jutáskor tudjuk megtapasztalni azokat a dolgokat, megtanulni azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy egy magasabb létformába kerülhessünk, egy szabad létformába kerülhessünk. Ez a lényeg, hogy egy magasabb létforma az a szabad létforma. Tehát feljutni a szabad létformába. Most gondoljátok végig, hogy ez egy olyan dolog, hogy megválthatod a jegyedet, idézőjelben a jegyet, megválthatod a jegyedet arra, hogy egy magasabb létformába kerülhess. És mivel tudja az ember megváltani a jegyét? Nem pénzzel, bár pénz is kell hozzá, tudással. Érted? A tudás az nem ingyen van. Tehát a tudás az nem szükség. Érted? Az nem szükség. A tudás az nem is kényszer. A tudás az választás. Ahol az emberek választhatják a tudást, megválaszthatják a tudatlanságot. És rajtad áll a döntés. Érted? Hogy választhatod a tudást, és választhatod a tudatlanságot. És az aranykort el lehet érni már simán bárkinek, aki oda bejut a magasabb létformába kerülést. Most gondold végig, a történelem során ilyen még nem volt. Tehát olyan még nem volt, hogy tömegek juthassanak fel egy magasabb létformába. Az emberiségnél még egy olyan, nem volt még egy olyan szervezet, amely azon dolgozott volna, mióta ez az emberiség van, hogy az emberek egy magasabb létformába kerüljenek. Nem volt. Mi vagyunk az elsők eddig a történelem során. Elég szép küldetés, nem? És gyakorlatilag csak annyit valósítunk meg, ami az ember küldetése itt a bolygón. Mert az embernek az a küldetése, hogy magasabb létformába kerüljön. Csak mint mondtam, sokan ezt a reinkarnáció, a rengeteg reinkarnációnak köszönhetően azt az érzést, hogy valamit nem stimmel ezzel a leszületésekkel, és valahogy nem vagyok igazán szabad. És valahogy én erre, én mást éltem meg valahogy, nem ezt. Ezt valahogy elnyomta ez a rengeteg reinkarnáció. És akkor épp itt az ideje, hogy fölnyisd a szemedet arra vonatkozóan, hogy ez csak egy átmenet, ahol vagyunk. Érted? És egy sokkal szebb világba tudunk bejutni. Ahol sokkal értelmesebb dolgokat tudunk csinálni, mint amit most csinálunk. Persze ez is jó, hogy amit most csinálunk, de annál
sokkal nagyobb teremtést, inkább úgy mondom, nem értelmesebb, hanem teremtőbb dolgot tudunk létrehozni. De akkor is, ha megnézzük az emberiség történelmében, hát megválthatod magadat, érted? Tehát megválthatod saját magadat, és segíthetsz másoknak abban, hogy megváltsák saját magukat, tehát megváltsák a menetjegyüket a magasabb létformába. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha bármi kérdésed van, akkor ugye majd a házi gazdák elmondják, hogy mit csinálj. Találkozunk szerdán, addig is mindenkinek sok sikert, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást, képzést. Mindig fantasztikus, minden alkalommal. Civil foglalkozásom, gyógyszertári asszisztensként dolgozom. Porcsalmáról jöttem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, férjemmel, két kisgyermekünk van. Azért kezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, mert ugye nagyon-nagyon sok könyvet, spirituális könyvet olvastunk, egy-egy képzésre el is mentünk, de ugye sehol, akár mivel próbálkoztunk, sehol nem tapasztaltunk ilyen változást magunkon, mint amin most keresztül megyünk, amióta PPH-nál vagyunk. Tényleg talán egy-egy kis picike kis változások voltak, de ahhoz képest, amin itt keresztül megyünk, hát az semmiség. Eddig mit adott nekem a Nyílt Akadémia coach képzései? Hát lehetne sorolni, de arra most nincs elég időnk. Hát egy fantasztikus közösséget elsősorban, ami a mai világban nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, és megnyugtató, hogy van egy ilyen közösség a háttérben, mint amilyen a PPH, mert ezekben a nehéz időkben nagyon nagy szükségünk van rá, hogy emeljük egymást, és ezt itt megkapunk minden támogatást. Ha egy kicsit lejjebb csúszunk, akkor csak elővesszük Miklósnak a hanganyagait, hallgatjuk, vagy felhívjuk tanulótársainkat, és már is jobban vagyunk. És ezt sajnos a családban sem tudjuk megtenni, a családtagokkal, akik ugye nem tanulnak itt a PPH-nál. Nem tudunk olyan hangulatot teremteni, mint egy PPH-sra. Mint itt 3 nap alatt. Főleg, mikor több napig is együtt vagyunk. Hát ezt elmondani nem lehet, hogy itt milyen szuper érzések, milyen hangulat van. Milyen jó itt lenni. Milyen jó itt lenni. Hát ezt meg kell tapasztalni. Mi sem tudtuk addig, amíg nem tapasztaltuk meg. Ezt elmondani nem lehet. Voltunk más csapatban is, tehát más helyeken is. Igen. Voltunk, már csapatunk volt korábban is, meg lehet más közösségben is voltunk, de tehát nem lehet összehasonlítani azokat, meg ezt, ami itt van. Bizony. A ég és a föld. Hát ez teljesen más. Mit tanácsolok másoknak? Hát mit tanácsolok? Ugye hallgatták az előadást, hallgatták Miklóst. Igazából ő mindent elmondott. Aki
aki átlátja, akinek még nem ment el az esze, átlátja ezt a mai helyzetet, ami a világban van, és tud gondolkodni, hát egyszerűen nem tudom azt elképzelni, hogy nem szeretne közénk tartozni, vagy nem szeretne belátni ebbe a közösségbe, hogy mi is, mit is végzünk mi, mert tényleg a világon nincs még egy ilyen közösség, mint mi. Hiába sok spirituális csoportot szoktam nézegetni, és sehol nem látok olyan összefogást, olyan együttműködést, mint ami nálunk van. És akkor jönnek sokan azzal, hogy meditáljunk, és mindenki a saját útját járja. Hát most egyedül saját út, meg meditálással, hát azzal hány ember ért el? Hány ember ért el nagy dolgokat? Persze kell a meditálás, nagyon jó dolog. De itt összefogás kell, egy csapat kell, ahol egymást építjük, segítjük, és ugye olyan dolgokat tanulunk, amit máshol nem, mert mióta itt vagyok, én is azóta kezdtem úgymond befelé fordulni és figyelni magamat, és egyre jobban látom, ahogy telik az idő, hogy mit kell magamon javítsak. És ugye itt megvannak rá a módszerek, hogy ezt hogyan kell csinálni. És ilyen változáson, mint amin keresztül megyünk, hát ilyenek is keresztül. És pozitív értelemben. Olyan dolgokat ki tudok magamból hozni, hogy csak lesek. Hát és, igen. És... És ez még csak a kezdet, mert még a fejlődésnek nagyon az elején járunk. És ha már most ilyen dolgokat megtapasztalunk itt, hát akkor mi lesz az után? Köszönöm szépen! Pár szót eltenék magamról én is. Civil foglalkozásom eredetileg számítástechnikus, tehát informatikus, de ebben a szakmában már nem igazán tevékenykedem egy ideje. Szabolcs szakmában, Beleg megyéből, Polcsámáról jöttünk a párommal, két kisgyermekünk van. Miért kezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál? Mert azt éreztem, hogy valami hiányzik. Tehát nem tudtam megfogalmazni. Könyveket olvastunk, előadásokat hallgattunk, jártunk helyekre, voltunk közösségekben. Nem tudtam, hogy igazából miért, de valami, azt éreztem, hogy valami hiányzik, és ezt azért kezdtem el, mert úgy egy előadás után azt láttam, vagy azt gondoltam, hogy itt megkaphatom azt, amit máshol sehol nem kaptam meg, és ami máshol vagy valamilyen módon mindig hiányzott, és ez be is igazolódott egyébként. Tehát eddig mutatott nekem a Nyílt Akadémia elmérés életjobbító coach képzése. Sokkal többet adott, mint amit vártam. Tehát az a dolog, ami még hiányzott, amit úgy éreztem, hogy még valami még mindig hiányzik, az igazából sokkal több. Az elmúlt közel négy és fél év, amióta itt vagyunk, most már nyugodtan tudom mondani, hogy sokkal több dolog, amiről azt gondoltam, hogy hiányzik. Tehát például nem is tudtam azt, hogy mit jelent az élet, nem is tudtam, hogy az életnek 10 területe van, 10 különböző területe van. Vagy mi az, hogy elnyomás, illetve hogy vannak elnyomók, és azokat hogyan kell kezelni, vagy nem is tudtam, hogy van olyan, hogy hangulat és skála. És ez mennyire fontos, hogy hogyan működik a bal, meg a jobb agyféltekénk. Önismeretet most tanuljuk. Olyan dolgokat tanulunk, hogy életem, tehát valamilyen minimális fogalmam volt korábban esetleg különböző könyvekből, képzésekből, de ennyire résztesen, ilyen mélységeiben megismerni önmagamat, a páromat, a többi embert, sehol. Nem is hallottam ilyen
ilyen képzésekről, és mi már ezt 5. hónapja tanuljuk, és még mindig nincs vége. Aztán eredményes tanulás, de nem olyan régen volt például, hogy hogyan kell igazából, mi a módszere, mi a technikája annak, hogy hogyan kell helyesen tanulni, amit például az oktatási intézményekben sem tanítanak. És a gyerekek ezért is küszködnek ugye komoly problémákkal. Mi ezt megtanultuk hónapokon keresztül, hogy itt mi a technológia ennek, és hogyan kell ezt... Közbevágok egy kicsit, hogy nagyon óriási dolog az, hogy tudjuk azt, hogy a gyerekeinket is hogyan kell tanítani. Mert például most elsős a kisfiunk, és olvas, és vannak szavak, amiket úgy látom, olvas, de látszik rajta, hogy nem érti. És akkor ugye a meg nem értésekből nagyon sok probléma adódik. Ő nem mondja, hogy nem érti. És ő nem mondja, hogy nem érti, igen. És most már én azt tudatosan figyelek rá, és rákérdezek, hogy érted, mit jelent ez a szó? És mondja, hogy nem. És amikor elmagyarázom neki, látom rajta azt, hogy annyira megkönnyebbül. És ez hihetetlen, hogy a gyermekeinket igen. is... Hogy, tehát tudjuk alkalmazni igen. kisgyerekeknél igen. és tehát családban is. Hogy a nevelésüket egy jó úton járunk. Meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kell helyesen nevelni őket, tanítani őket. Igen, és ez nagyon nagyszerű dolog. A hétköznapi életben hát olyan tudást és módszereket, technológiát ad, amit a hétköznapi életben kiválóan tudunk használni minden tiszt területen. És én mit tanácsolok másoknak? Hát igazából kicsit készültem, írtam egy pár dolgot. Mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy vannak sokan, akik már egy ideje nézik, hallgatják Szabadcsik Miklós előadásait, de még nem döntöttek. És szeretnék egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban elmondani. És egy pár dolgot összeírtam itt, hogy mi lehet az emberek fejében, vagy mi lehet a fejedben, hogyha most ez valaki hallgatja, vagy nézi, hogy miért nem mondjuk tetszik neki, de még mindig nem indult le ezen az úton, hogy itt tanuljon, itt legyen közöttünk. Mondjuk lehet, hogy ilyen gondolat felmerült a benned, hogy nincs időm. Tehát nekem nincs időm arra, hogy ide jöjjek tanulni, és itt hallgassam a coach képzéseket. Hát igazából megértem, hogy itt gondolod, de ha nem kezded el itt nálunk a coach képzésedet, akkor hogyan lesz időd? Hogyan fog ez megváltozni? Vagy például szoktál olyan dolgokat csinálni, ami mondjuk nem igényel teljes odafigyelést. Tehát mindannyian szoktunk például valahol várakozni, nem? Vagy olyan dolgot csinálni otthon, ami nem igényel teljes odafigyelést. Ilyenkor be tudod, mondjuk vagy a telefonodon, okostelefonodon, vagy be tudsz dugni egy fülest a fülödbe, akár csak az egyikbe, és tudod hallgatni a képzéseket élőben, vagy felvételről. Tehát igazából akadálya nincs annak, hogy nincs időd, tehát olyan nincs, hogy nincs időd, mert a mai lehetőségekkel, technikával bármit meg lehet tenni, és telefonon keresztül, okostelefonon keresztül fel tudod rá tölteni, vagy élőben tudod hallgatni, nem igényel nagy internetet, tehát minimális internet igénye van, és tudod bármikor, bárhonnan hallgatni. Tehát igazából ez nem lehet kifogás. Aztán lehet, hogy így gondolod, hogy nincs pénzem arra, hogy elkezdjem. De ha nem kezded el a coach képzést itt nálunk, akkor hogyan lesz pénzed rá? Hogyan fog ez megváltozni, hogy lesz pénzed, hogy legyen több pénzed, vagy egyre több pénzed legyen? Tehát... És bizonyára te is úgy vagy vele, hogy ha valaminek látod az értelmét, hogy ez jobbá tudja tenni az életedet, akkor arra szívesen áldozol pénzt, nem? Nem így van? És számodra ugye annak van értelme, hogy jobban boldogulj a hétköznapi életedben? Mondjuk mind az életed, mind a tiszt területén? Vagy ha éppen most tényleg nincs 19.700 forintod arra, hogy elkezd, mert igazából ennyi az első hónap, a második hónaptól viszont már csak 9.800 forint havonta. Ez most ráadásul egy akciós ár nálunk, és ha nincs konkrétan most ennyi összeg, nem áll rendelkezésre, akkor mennyit tudsz most félretenni rá, vagy befizetni rá, hogy lefoglald, hogy elkezd, hogy komolyan vedd, mennyit tudsz rá? Tehát
tedd fél azt a kis összeget, amennyit most fél tudsz rá szállni, és kezd el. És utána pedig a többit pedig gondoskodj róla, hogy meglegyen minél előbb. Vagy mondhatod azt, lehet ilyen kifogásod, vagy gondolatod, hogy igazából nekem már van mesterem, nekem nincs szükségem egy másik mesterre. Mert nagyon jó, hogy már van mestered, hogy elindultál ezen az úton. De az a mester, akitől te tanulsz, vagy aki téged tanít, az mennyire hiteles ember. Tehát úgy él, amit tanít. Van tudása, tapasztalat az élet minden tíz területére? Ezt a tudást át is tudja neked adni hatékonyan? Van különlegeségi kapcsolat annak a mesternek, akitől tanulsz? Vannak különleges képességei annak a te mesterednek, akitől te tanulsz? És ennek a mesternek is az aranykor a legfőbb célja? Hogy az emberek tömegesen be tudjanak jutni az aranykorba? És képes is tenni ez a te mestered azért, hogy az emberek tömegesen be tudjanak jutni az aranykorba? Tehát tudsz mérlegelni, hogy melyik mester mennyire követhető ezek után, nem? Vagy még azt mondod, hogy gondolkodom rajta. Hát mikor szeretnél egyre jobban boldogulni az életedben? Vagy majd valamikor, vagy minél hamarabb? Neked melyik a jobb igazából? Minél előbb, nem? Tehát minél előbb szeretnél jobb, boldogabb életet magadnak, meg a családodnak, a gyerekeidnek, unokáidnak, nem így van? Tehát logikus, nem? Vagy mondhatod, hogy neked elég az, hogyha nézed nézed a díjmentes előadásokat. Tehát hallottunk már ilyeneket több embertől, hogy hát nekem elég igazából az, hogyha nézem a díjmentest, és én az elég. Tehát azt, hogy tudod, hogy a díjmentes előadásokban nem kapsz tudást és módszereket az életed minden tíz területére. Tehát a díjmentes az igazából csak az érdeklődéskeltés szolgálja, az nem ad neked arra tudást, hogy a problémádat meg tud előzni, illetve tud helyesen kezelni, ráadásul nem ad arra sem tudást neked, hogy hogyan tudsz békében, boldogságban, szeretetben együttműködve másokkal, tehát szeretetben együttműködve élni másokkal. Igazából nem ad erre sem tudást, hogy ezt hogyan tudjuk megtanulni. Vagy azt gondolod, hogy elég, ha meditálok, könyveket olvasok, előadásokat hallgatok az interneten, tömegével vannak előadások mindenféle tanítótól, aki tanítónak vallja magát. Nagyon jó dolog, hogy ezen az úton elindultál, de igazából hány olyan embert ismersz, aki ezek által, hogy könyveket olvas, előadásokat hallgat, vagy meditál, kiválóan tudja kezelni az életének mind a tíz életterületét. Nálunk egy helyen igazából minden tudást és módszert megkapsz ehhez. Miért nem ingyen vannak a képzések? Ugye szoktunk ilyeneket is hallani. Ugye az előadásban elhangzott, hogy a tudás az igazából nem kényszer, nem is szükséglet, hanem a tudás az választható. És ez mindig is így volt. Vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy elég nekem az, ha eljárok párnapos tanfolyamokra, képzésekre, és nekem annyi elég. Tehát igazából tudtad, hogy az életed, illetve tudtad azt, hogy az aranykorba kerüléshez 9 év folyamatos tanulásra van szükséged? Hol fogod ezt megvalósítani rajtunk kívül? Vagy úgy gondolod, hogy párnapos képzéseken te meg fogod kapni az életed összes területére a megoldásokat, a tudást és módszereket, technikákat? Vagy például hallunk olyanokat is, hogy nem kell tenni semmit az aranykorért, az aranykor majd magától eljön, majd valamilyen külső segítség vagy földön kijöhet, majd megmentik az emberiséget, és akkor majd úgy jó világ lesz. Vagy egyszer csak beköszönt a Kánaán, és a teljesen új világ, és minden happy lesz. Hát ilyeneket is hallunk, olvasunk emberektől. Tehát ugye tudod, hogy az aranykor az a boldogság, béke, szeretet kora, ahol nincs ugye elnyomás,
és az emberek szeretetben együttműködve élnek egymással. Hát nem tudom, hogy ki az az ember, aki azt látja, hogy most efelé halad a világ. Hát. Tehát azt gondolod, hogy az emberiséget meg megmentik kívülről. Egy olyan emberiséget, aki nem képes, meg nem akar önmagáért tenni. Tehát te megmentenél egy olyan embert, vagy bárkit, vagy bármit, aki önmagáért nem akar tenni, önmagát nem akarja megmenteni. Tehát gondolj végig, hogy te megmentenél azt. Tehát ezt ugye nem gondolod komolyan, vagy nem gondolja senki komolyan, hogy ez így van. Aztán hallunk ilyeneket, olvasunk ilyeneket, hogy nem kell követni semmilyen tanítót, nincs szükséged semmilyen tanítóra, haladj egyenesen azon az úton, amiért itt vagy. Hány olyan embert ismersz, aki nem hallgatott semmilyen tanítóra, vagy nem... Tehát aki nem követett senkit, és rendben van az életének minden tiszterülete. Hány ilyen embert ismersz? Személyes ismertségi körökből, rokonságból, barátokból. Hány ilyen embert ismersz, aki nem volt képes, vagy aki ezek által, hogy ugye nem követett senkit, megtanult szeretetben együttműködve élni másokkal? Hány ilyen embert ismersz? Mert igazából én egyet sem. Vagy hány olyan embert ismersz, aki nem követett senkit, és kiválóan tudja kezelni az életében felmerülő problémákat, megelőzni ezeket a problémákat? Én egyet sem ismerek ilyet. Aztán van olyan, hogy nem kell fejlődni, csak a belső hangra kell figyelni. De nem is kell fejlődni egyáltalán, csak magadban figyelj a belső hangra, és akkor majd az vezetni fog téged. Na most vajon nem-e azért születtünk meg, hogy fejlődjünk? És ugye a fejlődés szerinted van tudás és tapasztalatszerzés nélkül? És nem csak akkor tudsz a belső hangodra figyelni egyre jobban és jobban, hogyha tudást szerzel, hogyha tanulsz, és megtanulod a problémákat helyesen kezelni, problémákat helyesen megelőzni? És így egyre inkább tudsz a belső hangodra figyelni? És ugye olyan dolgokat tudsz tanulni, ami előre visz az életben? És ugye van egy Joker kérdésünk, vagy egy Joker dolog, miért pont Szabadség Miklós tanítómester, és miért pont a PPH? Ugye annyi szervezet van, annyi különböző képzési hely van, tanfolyam van, hogy miért pont Szabadség Miklós, és miért pont a PPH? Hány olyan tanítómestert ismersz, aki hiteles, magyarul azt, tehát magyarul úgy is él, mint amit tanít, tehát nem bort iszik és vizet prédikál, hanem úgy is él, mint amit tanít, hiteles ember, és hány olyat ismersz, aki az egész életét arra tette fel, hogy itt aranykort tudjunk létrehozni együtt közösen összefogással. Mert mi 4,5 éve vagyunk itt lassan, de Szabadság Miklóson kívül mást nem ismerünk. Hány olyan embert, olyan tanítómestert, vezetőmestert ismersz, akinek tudása és tapasztalata is megvan, 3 különböző területen, ugye a pénzügyek, a szellemiség és az emberek vezetése. Ugye enélkül hogyan lesz aranykor? Sehogy. És mi igazából, én végig gondoltam azt, hogy Magyarországon vagy külföldön van-e olyan tanítómester vagy vezetőmester, aki ugye viszonylag népszerű, hogy rendelkezik-e a 3 közül mind a 3-mal. Mondhatunk itt a Dalai Lámától kezdve bárkit, aki ugye eléggel ismert, Eckhart Tolle-től kezdve bárkit, ugye mindannyian ismerjük ezeket a tanítókat, tiszteljük, becsüljük őket, de nem pénzügyi szakemberek, szellemi téren nyilván rutinosak, és megvan a tudásuk, tapasztalatuk, azt nyilván elismerjük, de hogy emberek vezetésében profik lennének, és lenne tudásuk, meg tapasztalatuk, hát ezt megint nem tudjuk róluk elképzelni, és úgy gondoljuk, hogy ez a 3-ból az egyik feltétel tud teljesülni,
igazából a mind a három feltétel az nem tud teljesülni. És hány olyan szervezetet ismersz a PPH-n kívül, aki tömegesen tudja bevinni az embereket ugye az aranykorba? Mert mi nem ismerünk semmilyen, se külföldi, sem magyar szervezetet, mást, ilyet. És hány olyan szervezetet ismersz, ami képes az embereknek valódi kiútat, valódi reményt és valódi választási lehetőséget adni? Főleg ebben a mai helyzetben, 2020-tól. Mi megint csak azt tudjuk mondani, hogy, és szerintem mindenki meg tud erősíteni benne, hogy nem ismerünk más ilyen tanítót, és nem ismerünk más ilyen szervezetet. Úgyhogy remélem, hogy sikerült ezeket a kifogásokat, tévhiteket eloszlatni, és hogyha úgy gondolod, hogy ez sikerült, akkor várunk szeretettel közénk, és ne habozz, nem kell várnod szerintem hónapokat, éveket, hanem most gyere közénk, és igazából várunk szeretettel. Hiszünk benned, de a döntés a tiéd. Így van, hát hiszünk benned, de a döntés a tiéd. Köszönjük szépen! Thank you.